már nehéz elképzelnünk, de hosszú évszázadokon keresztül lángok szolgáltatták a fényt a mindennapok során, pontosabban az éjszakák során. A modern városi életmódnak egyre inkább a sajátosságává vált az éjszaka használata, amit kísért a mesterséges fénynek az egyre kifinomultabb használata. Úgyhogy annak lettünk szemtanúi, hogy a városi társadalom egyre nagyobb mértékben használta a városi tereket éjszaka is. A Budapesti Történeti Múzeum Kisceli Múzeumában vagyunk, annak az oratórium kiállító terében, és a Világváros Mesterséges Fények, Fénymesterségek című időszaki kiállításban vagyunk. Ebben próbáltuk tömöríteni azt a nagy folyamatot, aminek során a főváros világvárossá növekedett, és ennek folyamán létrejött az éjszakai városnak a fényáradata, tehát a mesterséges fények használatára és szolgáltatására mesterségek specializálódtak, és a lámpa gyártásnak és használatnak kialakult a modern kultúrája. Igyekszünk bemutatni a régi világítóeszközöknek az alapvető típusait, a gyertyás eszközök után a gázvilágítással próbáljuk megismertetni a látogatót, hiszen ez egy olyan korszakos vívmány, ami új időszakot nyitott meg a városfejlődésben. Önálló szekció igyekszik bemutatni az építészeti alkotások és a lámpagyártásnak a kapcsolatát, hiszen a lámpagyártás egy művészi színvonalú, önálló műfajjá vált a 19. század második felében. Nagyon szép lámpaterveket láthatnak a látogatók, és olyan híres épületek és intézmények lámpáit ismerhetik meg, mint például a Feszel tervezte Vigadó, valamint az opera. Az 1770-es években, Pesten pedig az 1790-es évektől helyeztek ki repceolajlámpásokat kandeláberekre, tehát ez a közvilágításnak az újkori kezdete itt a fővárosban, és ezek az eszközök már igényelték azt, hogy egyrészt tisztítsák őket, tehát üvegezett lámpatestjeik voltak, cserélni kellett a lámpabelet, illetve magát az olajat is, és erre már lámpagyújtogatók és a lámpákat karbantartó személyzet felügyelt, hogy innen datálható a lámpagyújtogatóknak a ténykedése. Az esti harangszó idején, valamint az időjelző toronyőröknek a jelzésére kezdték el a lámpákat alkonyatkor felgyújtani. Ugye több tucatnyian járták be a városokat, és hát ugye felosztott körzetenként járták be a város területét. Több idős látogatótól is hallottam, hogy még az 1960-as évek második felében is találkoztak a budai várból leballagó lámpagyújtogatóval. Az 1960-as évekig működtek gázlámpák a fővárosban, illetve a mai napig is vannak olyan eszközök, amik még igyekeznek felvillantani ennek az eszköznek a múltját nyilvános téren. Azonban a gázlámpáknak a gázizzó fény korszaka volt az utolsó időszak, főként az 1890-es évektől kezdve, ami még utoljára a gázfényeket használhatóvá és az elektronos fénnyel versenyezhetővé tette. Kiállításainkkal igyekszünk mindig a városnak a mai formáiból, mai jellegzetességeiből inspirálódni, és ennél a kiállításnál is így volt ez. Tehát ez minden lakosnak, illetve ide a városba látogatónak, illetve általában a városlakók számára egy alapélmény lehet, hogy éjszaka a városok azok manapság már fényáradatban úsznak. Leginkább az a kérdés motiválhatja az ide látogatókat, hogy mi volt ez előtt, tehát hogy mikortól létezik ez egyáltalán, ez a nagy fényáradat, és hogyan lehet elképzelni a városi éjszakai életet ezelőtt, a nagy fényáradat előtt.